Elpirantod, adja? Nem, nekem. Szóval, megveszed a tovább. Középkori fegyverek másolatait is kezükbe vehették a gyulavári általános iskola diákjai péntek délelőtt, amikor az Erkel Ferenc Kulturális Központ tárlatvezetői jártak az intézményben. A programon a gyerekek a gyulai múzeumok gyűjteményeivel ismerkedhettek játékos, interaktív formában. Nagyon tetszik ez a múzeum. Itt ott voltunk a kardoknál, az is nagyon tetszett, meg most itt vagyunk az ilyen zongoránál, és nekem nagyon tetszik. A zongoránál Erkel Ferenc munkásságához kapcsolódva tanulhattak egyszerűbb darabokat a diákok. Emellett a régi korokat idézve lúdtollal és tintával írhattak leveleket, és be is öltözhettek. Az esemény célja az volt, hogy már ilyen fiatal korban megszerettesse a gyerekekkel a múzeumok világát. Még nagyon nem volt a múzeumban, de a szüleim tervezik, hogy majd elmegyünk, és tetszik ez az egész, és szerint is egyetértek vele, hogy így közelebb lehet hozni a gyerekeknek a figyelmét. A játékok közben a tárlatvezetők háttérinformációkkal is bővítették a diákok tudását. A délelőtt folyamán az egyik legnépszerűbb program a régi ruhák felpróbálása volt. A 19. század vége és 20. század elejének polgári viseletét, utcai viseletét próbálhatják fel, így képet kapva a kor divattörténetéről, a stílusokról, egy iskolás viselet, két iskolás viselet is van, tehát arról is képet kapnak, hogy milyenben kellett az akkori gyerekeknek iskolába járni. Az utazó múzeummal az Erkel Ferenc Kulturális Központ már több kisebb település iskolájában is járt. Több településen is jártunk már, szintén azzal a célral, hogy megismertessük a múzeumainkat, és próbáljuk minél több látogatót beinvitálni ezekbe a kiállító helyekbe, és hát sikerrel zajlott. Tehát a gyerekek élvezik ezeket a játékos foglalkozásokat, mert itt nem a szigor és fegyelem uralkodik, hanem arra helyezzük a hangsúlyt, hogy játékos módon tanuljanak meg új dolgokat, és sajátítsanak el új információkat. Jártunk több településen, voltunk például Geszten, Lőkösházán is megfordultunk, vagy Kötegyánban. A gyulavári játékos esemény egyben a kétnapos Mozaik Múzeum túranyító programja is volt.